A mai videóban a Hashimoto betegségről lesz szó, és arról, hogy hogyan tudod csökkenteni a probléma tüneteit, hogy miként tudsz elindulni a gyógyulás útján. Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. A Hashimoto betegség egy autoimmun pajzsmirigy betegség, amikor a pajzsmirigy alul működik. Erről a betegségről viszonylag kevés információt találunk az interneten, pedig egyre több embert érint ez a probléma. A Hashimoto során az történik, hogy az immunrendszerünk megtámadja a pajzsmirigy sejtjeit, így a pajzsmirigynél folyamatosan gyulladás van jelen. A pajzsmirigy hormonok működtetésében a hipotalamusz és az agyalapi mirigy játsszák a legfontosabb szerepet, ők közvetítik a TSH-t a pajzsmirigy felé, a TSH pedig a T3 és a T4 pajzsmirigy hormonok előállításában játszik fontos szerepet. A Hashimoto leggyakrabban előforduló tünetei a fáradékonyság, a szorongás és a depresszió, a súlygyarapodás, a terméketlenség, de előfordulhatnak a pajzsmirigy túlműködés tünete is, melyről egy későbbi videóban lesz majd szó. Általában ez a betegség lassan alakul ki, évek, sőt inkább évtizedek alatt, emiatt nem csak azoknak érdemes vele foglalkozni, akiknél már jelen van a probléma, de mindenkinek, hogy lehetőleg megtegyünk mindent a megelőzés érdekében. Fontos még azt is megjegyezni, hogy hölgyeknél gyakoribb a Hashimoto, mint férfiaknál, például szülés után alakul ki nagyobb arányban, illetve a statisztikák szerint 5-8-szor több a hölgybeteg. Ebből következik az első fontos tudnivaló Hashimoto esetén, hogy nagy valószínűséggel köze van az ösztrogén hormon szintjéhez. A természetes ösztrogén egy nagyon hatékony antioxidáns vegyület, és szülés után lecsökken a hölgyek szervezetében az ösztrogén szintje, ami valószínűleg okoz egy zavart az immunrendszerben, és ez megnöveli a Hashimoto esélyeit. Nyilván nem csak az ösztrogén szint csökkenés hatására jelentkezik a probléma, sok más egyéb tényező is jelen kell legyen, és hatások valószínűleg együtt okozza a betegséget. Tehát itt az első pontban az fontos tisztán látni, hogy a Hashimotonak köze van az ösztrogénhez. A második probléma, ami állhat a Hashimoto kialakulása mögött, és nagy eséllyel az előzővel együtt vezetnek a kialakulásához, az a glutén és más olyan vegyületek okozta problémák, amelyek gyulladást idéznek elő a bélrendszerben, majd az évek során áteresztő bélszindrómához vezetnek. Szinte minden autoimmun betegség esetén, így Hashimoto esetén is jelen van az áteresztő bélszindróma, melynek következtében nem kívánatos anyagok, ugye vírusok, baktériumok, fehérjék kerülnek át a belegből, a bélrendszerből a testbe, és ez egy idő után az immunrendszernek a zavarához vezet. Készítettem korábban egy videót az autoimmun betegségek esetén kulcsfontosságú tudnivalókról, nézd meg azt is, ott részletesen szó van az áteresztő bélszindrómáról. Tehát itt a második lépésben rendkívül fontos elhagyni a glutént, a modern ételekben lévő gyulladásnövelő anyagokat, összetevőket és elkezdeni rendbe tenni a bélrendszert. A bélrendszer helyreállításához a legfontosabb vegyületek a kollagén, az L-glutamin, a probiotikus ételek és a probiotikumok, a növényi rostok, polifenolok, savanyú káposzta és a zöldek, a zöldszínű zöldségek, az avokádó és egyes mikroalgák. A következő a stressz. Szinte minden autoimmun betegség kialakulását egy nagyobb stressz hatás előzi meg. A kortizolnak, a stresszhormonnak komoly hatása van az immunrendszerünkre. A magas kortizol hatására a nyirokrendszerünk folyamatos teljesítménykényszer alatt van, aminek hosszú távon az antitest termelődés csökkenés a következménye, tehát az immunrendszer egyre kevesebb baktérium és vírusellenes anyagot állít elő. Így hosszú távon a meggyengült immunrendszer miatt a testünk egyre jobban ki lesz téve a vírusok és a baktériumok támadásainak, míg végül az immunrendszer megzavarodik. A negyedik fontos teendő Hashimoto esetén az a különböző mikrotápanyagok pótlása. A legfontosabb hiányzó mikrotápanyagok ennél a betegségnél a cink, a D-vitamin és a szelén. Tehát ezeket érdemes pótolni tudatosan minél természetesebb forrásból. A cink az immunrendszerünk egyik legfontosabb nyomeleme. Ételkiegészítő esetén a legjobbak a cink pikolinát és a cink citrát.
A D-vitamin pótlás leghatékonyabb módja a napon való tartózkodás, ha pedig készítményt szedsz, K2 vitamint is fontos mellé pótolni. A szelén pedig kifejezetten fontos Hashimoto esetén, mert olyan enzimek előállításához szükséges, amelyek a T4 pajzsmirigy hormont T3 alakítják át, illetve csökkenteni tudja a betegség során termelődő antitestek számát is, továbbá a higanymérektelenítésed is kell a szelén. A higany méregtelenítése azért fontos Hashimoto esetén, mert a higany kárt tesz a pajzsmirigy sejtekben. Ezért ugye a silány minőségű halfogyasztástól tartózkodni kell Hashimoto esetén. A legtöbb szelén egyébként a pajzsmirigyükben koncentrálódik, ez is mutatja, hogy mennyire fontos a szelén ennek a szervünknek. A szelénből naponta 300 mikrogramnak megfelelő mennyiséget ajánlott bevinni, és a legjobb felszívódású szelén a készítményekben az az L-szelen, a metionin kötésben lévő szelén. Az ötödik a zöldek pótlása, a zöld színű zöldségek, vagy keresztes világú zöldségek jó tesznek nagyon Hashimoto esetén, mivel jó méregtelenítők, a bennük lévő glükozinolátok kivezetik a testből a káros vegyi anyagokat, melyek nehezítik a regenerálódást. Pajzsmirigyre nagyon sok minden hatása van, egy érzékeny szerv, például a sugárzások is hatnak rá, nukleáris sugárzás, röntgensugárzás, és nagy valószínűséggel az 5G is. A zöldszínű zöldségek növelik a glutatión szintet is a szervezetünkben, egy vegyület fontos az immunrendszer stabilizálásához, leveleske, brokkoli, kelbimbó, sóska, mángold, karfiol, egy jó nagy tállal salátaként, vagy a brokkolit, kelbimbót, karfiót enyhén főzve, sütve napi rendszerességgel ajánlott fogyasztani. A zöldek legyenek az elsődleges főételeid. A mikroalgák közül ajánlott a klorellalgát szedni Hashimoto esetén, mert nem tartalmaz jódot. A hatodik és egyben utolsó, ami segíthet Hashimoto esetén, az az időszakos böjtölés. Az időszakos böjtölés lényege, hogy naponta csak egy vagy kettő alkalommal eszel, és az étkezések között nem nasizol, illetve nagyrészt csak olyan folyadékot iszol, amely nem emeli meg jelentősen az inzulin szintedet. Az időszakos böjtölésre készítettem korábban már videót, ott több info van róla. Ha visszaszorítod a szénhidrátbevitelt és átállsz a napi kétszeri étkezésre, akkor annak szinte azonnali következménye a gyulladások bizonyos mértékű csökkenése a szervezetedben. Ha pedig csökkennek a gyulladások, a betegség számos negatív meleghatása is enyhül vagy megszűnik. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Iratkozz fel a piros gombra kattintva, ha még nem vagy feliratkozva, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!